Csak az oltással lehet visszaszorítani a koronavírust, így a gyerekeknél is javasolják az orvosok a vakcina beadását, mondta stábunknak a pécsi szakember. Több okból is fontos lehet ez. Jó példával tudjuk a gyerekeket meggyőzni, hogy szükséges az oltás. Ha elmondjuk nekik, mint minden védőoltás esetében, hogy miért kell beadni, mi ennek a haszna, akkor azt megértik a gyerekek. Ez a tapasztalata dr. Sándor Györgynek. Rengeteg kérdés fölmerült tünetmentes hordozóként, mennyire járultak hozzá a járvány terjedéséhez. Erre azért egészen biztos adatokkal nem rendelkezünk, de nagy valószínűséggel ebben van azért tényleg realitás. A másik pedig, nyilván, hogyha nincsenek oltva, akkor előbb-utóbb a vírus különböző variánsai biztos, hogy érinteni fogják, és ezért a megbetegedések száma növekedhet. Jelenleg a 12 és 15 év közöttiek kaphatnak védőoltást, de ez a korhatár csökkenni fog. Az influenza oltást, amit régebben használunk, párhuzamként állítom, 6 hónapos kortól kezdve alkalmazható, és jelenleg a Pfizer vakcináját is 6 hónapos kortól tervezik tesztelni, és utána bevezetni. Tehát erre elvileg lehetőség van. Amennyire én tudom, a klinikai vizsgálatok a 6 év feletti korosztályban már zajlanak. De jelen pillanatban a 12 év fölöttiek számára engedélyezett. A cél az, hogy minden korosztály védve legyen a vírus ellen. Erre törekednek a vakcina készítők is. Így várható, hogy hamarosan már a csecsemőknél is beadható oltóanyagok kerülhetnek majd forgalomba.